Összeálltak egy fotó erejéig a Fidesz-KDNP Tolna megyei polgármester jelöltjei és képviselőjelöltjei, valamint Kósa Lajos a párt önkormányzati választás kampányfőnöke, Szekszárdon a Szent István ház udvarán. Célegyenesbe fordult a kampány, jól állunk, összegyűjtöttük az ajánló céduláinkat, fogalmazott Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnökjelöltje a sajtótájékoztatón. Elmondta, hány Fidesz-KDNP által támogatott, vagy független jelölt indul a választáson Tolna megyében. Erre kérjük a támogatásukat a választópolgároknak, összesen ez 44 jelölt, aki néven nevezetten a mi csapatunkba tartozik. Ács Rezső, a Fidesz-KDNP szekszárdi polgármester jelöltje azt emelte ki, hogy neki és a Fidesz képviselő jelöltjeinek a város fejlesztése a céljuk. Azt a munkát szeretnénk folytatni Magyarország kormányával, a Tolna megye önkormányzatával közösen, amit az elmúlt 5 évben megkezdtünk. Nagyon sok előkészített projektünk van. Az a fajta együttműködés és kapcsolat, amely a kormány felé megvolt, ez mindenféleképpen arra ösztönöz bennünket, és azt a jövőt vetíti elénk, hogy Szekszárd a következő években jelentős fejlődés előtt állhat. Ehhez kell egy stabil testület, 10 képviselő, én úgy gondolom, mind a 10 körzetben nagyon jó jelölt, és reméljük, hogy 10-ből 10-et fogunk nyerni Szekszárdon. Ez pedig azt mondta, hogy egy egységes testület a város jövője érdekében egységesen tud fellépni, és egységesen tud gondolkodni. Az ellenfelekről azért két szót hadd mondjak, nem nagyon látunk olyan egységes ellenzéki erőt, amely hasonlóan egyfelé tudna gondolkodni, mint hogy ezt a Fidesz-KDNP jelöltjei teszik, úgyhogy én azt gondolom, hogy bátran nézhetünk a jövő elé. Kósa Lajos úgy fogalmazott, országos lefedettséget egyedül a Fidesz-KDNP tudott bemutatni. A mi célunk a következő volt. Azt szerettük volna elérni, hogy az országban a magyarok 4/5-e, mint egy 8 millióan, olyan településeken lakjanak, ahol indul fideszes polgármester, és lehet rá szavazni. Ezt elértük, 7,8 millióan laknak olyan településen, ahol indul fideszes polgármester jelölt. Egyébként a támogatottakkal együtt, tehát ahol nem a Fidesz a jelölő szervezet, hanem egy függetlenként van feltüntetve, 1200 polgármester jelöltünk van. Az ellenzéknek pedig durván olyan 300. Tehát az is mutatja ezt a nagyon nagy számkülönbséget. Az ellenzék azt tűzte ki célul maga elé, hogy mindenütt, ahol az együttműködés értelmes, ott egy-egyes indulást csináljon, tehát egy kormánypárti és egy ellenzéki polgármester jelölt legyen. Mindenhol, ahol értelmes, ez azt jelenti praktikusan, hogy ott, ahol a települések lélekszáma 10 000 fölött van, ott ugye ott van olyan szavazás, hogy szavazókörzet, kompetenciós lista, ott van ennek az egész együttműködésnek értelme. Na most mi úgy látjuk, hogy ez az együttműködés, ez csúfos kudarcot vallott. A 10 000 fölötti településeknél összesen 28 olyan település van, ahol van bármilyen ellenzéki együttműködés, de egy-egyes indulás nincs sehol. A Fidesznek mind a 160 10 000 fölötti településen van önálló polgármester jelöltje. Ha megnézzük a megyei városokat, akkor csak 2 megyei város van a 23-ból, ahol egy-egyes együttműködés van, és a fővárosban pedig a 23 kerületből 6. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez az ellenzéki összefogás és az együttműködés összeomlott. Kósa Lajos kiemelte, a Fidesz-KDNP jelöltjeinek a települések fejlesztése a céljuk. Utolsó hétig tovább folytatjuk az embereknek a felkeresését. Most már egy olyan kérésünk van, hogy maradjunk kapcsolatban a választókkal, mert természetesen a választási kampány teljes egészében nekünk az a célunk, hogy mindenhova bekopogjunk, mindenhova elmenjünk, mindenkit felkeresünk, és beszéljünk arról az elképzelésről, ami a Fidesz polgármestereké, nevezetesen, hogy a kormánnyal együttműködve építsük, szépítsük, fejlesszük a falvainkat, városainkat. Ugye az ellenzéknek a kérdésfeltevés az nem ez, hanem az, hogy szavazatok ránk, mert akkor elkergetjük az Orbán rendszert. Én azt látom, hogy ez egy tévedésen alapul. Az emberek nem forradalmárokat keresnek, meg kormány elleni gerillákat a polgármesterek közé, hanem olyanokat, akik gazdája a településnek, építik, szépítik, és azon vannak, hogy fejlődjön a minden település az országban. Tolna megyében október 13-án összesen 184.651-en adhatják le szavazatukat, ebből Szekszárdon 26.892-en szavazhatnak.